A szolnoki 8 nappali ellátás egyike az Irgalmas út 1 szám alatti gondozási központ eddigi helyéről a Jósika útra költözik. Jövő héttől ide várják az időseket, akik nappali gondozásban részesülnek. Az új helyen már javában zajlik a pakolás. Az érintett szépkorúak pedig a polgármesterrel közösen tekintették meg az épületet. A városban valóban nagyon komoly az idős rendszer. Az itteni kialakított épület és a befogadó miatt nem kevesen érdeklődnek már, hogy hogy lehet még ide jönni, elég sok idős ember lakik. Egész napos foglalkoztatásban lesz részük az időseknek a csak nem 400 négyzetméteres új helyen. Az ellátásba beletartozik a nappali ellátáson túl a házi segítségnyújtás, az étkeztetés, az étkeztetésen belül az elhordásos ételek, tehát akik otthon a saját környezetükben fogyasszák el. Itt maga a klubszolgáltatása az azon túl, hogy munkaidőben mindenben segítenek az itt lévő gondozónők, ebbe beletartozik az is a saját ruhát kimosni, fürödni lehet, gyógyszert kiíratnak. A bejáráson mindenkinek elnyerte tetszését a kialakítás. Minden nap járok, hogy mondjam, öt napot, hétfőn péntekig, és ehhez az új helyhöz, ahova helyeznek bennünket, hát ez, ez palota, áll vagyok ájúva, hogy itt, itt minden van, itt lehet nagy terület van. Nem is gondoltam volna, hogy ekkora és ekkora gyönyörű. Én nagy, rettentően meg vagyok elégedve az étellel is, a gondozókkal is. A nappali ellátás mellett ide költözik a fiumei útról az alapellátási központ vezetése, és az irodák is itt kapnak helyet. A munkatársak is javában pakolnak, rendezkednek. A fürdők, a konyha, a közösségi terek, a 90 négyzetméteres társalgó és a 60 négyzetméteres pihenő jövő héten telik meg élettel. A nagy belmagasság miatt szívesen fogadnak olyan növényeket, melyek kinőtték már a lakásokat, családi házakat, hiszen itt sokkal több minden elfér, mint a régi helyen, az idősek pedig szívesen gondozzák a növényeket.